Jó reggelt, 16. napnál tartunk, és már is 9 óra 41 perc van. Itt vagyok a lerakomban, előttem két kolléga. Na most, a következő reggelén megint csak én úgy gondoltam, hogy joghurt, 71 kilokalória, mondjuk 100 g-ot vagy 150 g-ot megeszek. Van nálam 200 g áfonya, illetőleg teszek bele már a szokásos most két, hát legyen megint három kis kanál zakkorba. Na most, hogyha valakinek unalmas lenne, nézzétek, én nekem a diétámnak a sikere abban rejlik, hogy mindig azt teszek, amit megkívánok. Ha ezt kívánnád minden nap, egyél minden nap ezt. Senki nem mondja. Persze azért igyekezzél változatosan enni. Jó, tehát én ma megint ezt az áfonyát én nagyon szeretem. Úgyhogy ez a mai reggeli. 10 óraira, hát vagyis hát kicsit később, 11 körül pedig párolni fogunk gombát, zöldségeket és akkor tojást fogok. Mest meg ezt kívánom, vagy majd azt fogom kívánni. Jó étvágyat hozzá! Perc van, megálltam itt Angliában egy parkolóban. Jól elment az idő a rakodásra, sietnünk kell felfele, bevallom nektek, nem lenne ez a rizsfőző, akkor elég nagy bajba lennék így az ételekkel, így viszont nem vagyok. Délben egyébként rettem fél kilogram szilvát, és akkor most pedig len 200 g zöldség keverék, van ebben egy pici ilyen bébi kukorica, brokkoli, sárgarépa, Okay, illetőleg a húsi ismételten bepácoló, most 300 g, annyi volt ebbe a pakba, és akkor megint csak tettem rá a csípős szószból, úgyhogy hát jól néz ki, én úgy gondolom megint csak a mai ételem, egy igencsak szép adag, csinálhatsz mellé persze még, hogyha neked szükséges egy jókor adag salátát, jó étvágyat! Kicseréltem a pótkocsit, mehetünk Venlóba, úgyhogy körbe kell menni megint csak Kalénak. Az idő 17 óra 28, nagyon éhes vagyok, úgyhogy fogtam egy kis kanál kókuszolajat, három tojást magyaros fűszerkeveréken megszórtam, illetve 150 g gombát megpároltam, majd összekevertem ezzel. Fogok egy üveg csemegeuborkát, ezt meg is eszem mindet, 370 g, kicsit kevesebb van benne, mondjuk 300 g csemegeuborkával. Jó étvágyat! Leparkoltam Angliába, figyeljetek, így mennek el a kamionok. Így fogunk aludni, ugye megint lébájban. Hálajló jó égnek, tehát ugye megint csak totál mellettünk az autópálya, az A1-es autópályánál. Vagyunk itt Peterborough környékén, és én úgy döntöttem, csinálunk egy könnyed, a vacsorát egy paradicsomlevest, az gyorsan megvan. Bár ilyen billegés mellett bevallom nektek, ha kiborul, az biztos igaz, hogy káromkodni fogok. Azon gondolkodtam, hogy valahogy úgy kellene, hogy a rizs főzőbe. Illetve a paradicsom levesnek ugye az egyik átka, főleg ha már vajbőr van, hogy egy kicsit bugyog, csapkod. Bár ez lehet higítani, és akkor nem fog annyira. A nem annyira, az nem azt jelenti, hogy nem fog. Szóval egy igen érdekes leves, főleg itt megcsinálni, de mindenképpen levesre vágyom, nem tudom, hogy vagytok vele. Úgyhogy kezdjünk neki. Kellemes, igaz? Jó, na hogyha túltattuk magunkat ezen, hogy így fogunk aludni, én nem rajongok érte egyébként, de ilyen ringat. Figyelj, kellemes. Ha kiborul a leves, akkor pedig káromkodunk, ilyen egyszerű. Na figyelj! Kicsit hülyén fog hangzani a dolog, amit most fogunk csinálni, fogod a rizsfőződet, fogsz bulgurt, és kőkeményen kimérsz. ml bulgurt beleteszed, melyik mindent lezárom, mert kiborul, az biztos igaz, megbillent, fogjuk a vizünket, és hát figyelj, most nem teszek bele kétszer annyit, hát ha meglökik a kezemet egy kicsit, így van, a billegéssel, kétszer annyi vízzel felöntöm, így bedugjuk, és már is elkészül a levesbe való, ugyanígy alapból én nem tennék bele, de mindenképpen vágyok egy kis szénhidrátra, ugye beletesszük ezt a tényleg kevés bulgurt, tökéletes lesz arra, amire nekünk kell. Jó, dugjuk be, tegyük félre. Jó, nézzük akkor a következő momentumot. Fogsz egy kis edényt, teszel bele egy kis kanál kókusz olajat. Ízlés dolga, én teszek bele egy köteg újhagymát, természetesen tökéletes bele a vöröshagyma is.
illetőleg kettő szép nagy gereszt fokhagymát, és ezt is felszeletelem. Elég durvára szeretelni, tegyük le az olajra, sózzuk, borsozzuk, pirítsuk le. Amint pirult egyet a hagymánk, fogsz passzírozott paradicsomot, van ebből olcsóbb ugye ez a kis papír dobozos. Kérlek szépen, 100 g-ban van 25 kilokalória, amennyi belefért, jó? Na most, ahogy én készítem, a fő különbség, hogy nem teszünk bele sem édesítőt, sem cukrot. Fogod a paradicsomlevelet, és itt már is figyelsz, ugyanis ez elkezd csapkodni. Tehát higítasz rajta egy kevés, egy kicsi vízzel, higítod, és már is nem fog annyit csapkodni, illetőleg nagyon fontos, minél tovább főzöd, annál jobban veszít a savanykás ízéből, és így nekem teljesen tökéletes lesz. Persze itt még nem álltunk meg a fűszerezésével. Nagyon figyelj, kavargassad, vagy ha nem vagy magadban biztos, akkor én azt ajánlom neked, hogyha neked is ilyen bőrözött a kamionod, akkor tegyél ide ki egy törölközőt is inkább arra. Jó, de oda vagy rá figyelve, oda figyelsz rá, kicsit felhigítod, nem szabad, hogy csapkodjon. Tökéletes. Jó, sikerült beszereznem friss bazsalikomleveleket, ha nincs, akkor tegyél bele szárítottad, de a friss az igazán megadja az ízét, így tépkedjük bele, jó? Semmi, hát benne még a szára is, mit foglalkozol vele? Így, azért arra figyeljünk, hogy inkább levelek kerüljenek bele. Így. Nagyon jó ez a bazsalikomos időt, én mit teszek bele? Szeretem nagyon a bazsalikomot, úgyhogy még egy adagot. Pillanatok alatt elkészül egyébként ez a leves. Úgy, az fontos, hogy hagyma darabok ne maradjanak benne. Na de hát hogyan? Hiszen hát épp, hogy csak lepirítottak egy picit. Na most két irány van. Mindig van lehetőség. Egyet ne felejts el, a főzés szabadsága tiéd. Az, hogy te hogyan készíted, az mindig a te konyhádon fog múlni. Én előveszem a botmixeremet, és ezt most leturmixolom. Jó. Akkor turmixoljuk le. Lehetőleg a kamion ne legyen paradicsomleveses. Ilyen nagyon, csak annyit, hogy ezek a hagymadarabok. Ízlés dolga, hogy mennyire szeretnéd higítani. Nagyon szép lett a színe. Ez véleményem szerint az egyik leggyorsabban elkészíthető leves, ha turmixol alatt, ha nem turmixolod. És végül elkészült a bulgur is. Úgyhogy lényegében ez az étel elkészítés ideje körülbelül 10 percet vesz igénybe. Beletesszük a bulgurt. De itt én még nem állok meg. Ugyanis szeretek mindig valami újat. Újjal meglepni magam, ez így tökéletes lesz. Elzárhatjuk a gázt. Tegyük félre a levest. Pontosan kellően savanykás. Te dolgod, hogy szeretnéd tovább ízesíteni, ha akarsz, akkor tegyél bele egy kis édesítőt, cukrot semmiképpen nem lehet beletenni. Hogy mézbe való-e bele, be valami őszintén nektek ezt nem tudom. Talán, ha nagyon szeretnék egy kis édesítőt, tegyél bele, ha te gondolod. Szóval srácok, elkészült a mai leves, papadámmal. Egész nyugodtan próbált ki. Friss, gőzölgő, paradicsomleves, mégiscsak másabb így elkészíteni, mint ha nyitnál egy zacskós levest. Szíved jó, ha te azt szeretnéd, csináld azt, én inkább a frissre szavazok. Jó étvágyat! Na, elérkeztünk a 17. naphoz, hát jól elment az idő, 11 óra 37 van. Volt araszolás is, illetőleg, hát itt Angliában gyerekek nem megy olyan egyszerű megállni. Reggel a parkolóban, abban a lébegősben szétment a fejem. Hát az nekem semmi kedve nem volt, hogy én egész este gondolod, hogy jángotózott a búrám, hogy fáj is. Mindegy, elment az idő, most kicsit menni kell. Na, erre itt álljunk meg egy picit, ez a
menni kell, meg nincs időm, ezt igazából én mondom, ezt a sofőr mondja, tehát nekem jelen pillanatban annyi dolgom, hogy menjek fel Venlóba. Este 10-re érek fel, 8-re érek fel, teljesen mindegy, körülbelül reggel 8-kor kell vele jelentkezni, tehát lássuk be, van időm mindenre. De azért szoktak ezt mondani, mert leültünk a vonat. Ha átmentünk a vonaton, akkor megint nem állsz meg, mert akkor Calais, migránsok, stb. Akkor már mézd, akkor már menjünk túl Lille, ugye azt hagyjuk el, utána vagy Lille, vagy Antwerpen, az ember már nem akar alszolni, és azt vett észre, hogy egész nap menj, mint a hülye, bár senki nem mondta. De én sem vagyok, különben én is így fogok tenni. Jó, megálltam gyorsan, és akkor csinálunk most egy ilyen nagyon egyszerű ételt. Csinálunk, hát készen van. Lazac, 150 g lazac, mondom nektek a kalóriáját. 148 kalória van 100 g-ban, a zsír 5,1, érdemes egyébként ilyesmit választani. Fehérje 25, szénhidrát lényegében mondjuk 0,4. És most én ananásszal fogom enni. Próbálj ilyen nem édeset, tehát nem felcukrozottat választani. Legjobb lenne persze, hogy frissen tudnánk ezt megenni. Én nagyon szeretem még körtével. Ami szíved joga, én most ananász fogok mellé enni, és a felét eszem meg ennek, töltő tömeg azt mondja, hogy 340 g, tehát akkor mondjuk az, hogy 150-170 g ananászt eszünk meg, ennek a kalóriája pedig most 66-os. Jó, ez már tartalmaz cukrot is, azért bánj vele óvatosan, mert meglátod, hogy éhes leszel. Hiába ettél, a cukor miatt éhes leszel, sőt, tudom, én úgy csinálom inkább, hogy fogom és belekeverem joghurtba. Úgy talán még egy kicsit többet is eszünk, úgyhogy maradjunk akkor még 100 g görög joghurt, és akkor ez a 170 g-nyi ananász meg a lazac. Jó étvágyat! No, hát nem aporoztam, mert tettem még bele 10 g zabkorpát is, úgyhogy akkor ananász, joghurt, zabkorpa, lazac és természetesen mellé a napi vitaminok. Jó étvágyat még egyszer! Este 6 óra van, megálltam Antwerpen után, elég szépen elment tudom az idő, úgyhogy nem nagyon volt módja bár is kajálás, a lazacot tettük utoljára még Angliába. Jó, itt vagyunk egyébként nem messze már a holland határtól, és megyünk Venlóba, ott pedig elmegyünk futni. Kikevegyek egy pihenőt, meg kicsit arra szóltam itt Antwerpenbe, úgyhogy még nagyjából egy olyan óra múlva ott vagyunk, vagy egy óra pihenő, egy óra múlva pedig ott vagyunk Venlóban, és elmegyünk futni. Jó, most csináltam gyorsan egy ilyen futás előtti ételt, hiszen ugye mindig hangsúlyozom nektek, nem éhezni kell, nem azért nem ettem, mert nem akartam, azért nem, mert most tényleg egyszerűen nem úgy jött ki a lépés, néha hát egyszerűen menni kell, jó. Na most figyelj, fogtam 90 ml zappelyhet, ez ugyebár is 25 g, ehhez hozzátettem, hülyén hangzik, de 4 g búzacsirát, mennyit volt hozzá kedvem tenni, aztán 10 g zabkorpát, 200 g natur görög joghurtot, ugye ezt a 66-70 kalóriásat nézd, teszek hozzá egy ilyen kis kannányi mézet, illetőleg itt van ugye még a reggeli ananász, ezt nem teszem bele mindet, csak egy, nézd, egy tényleg egy ilyen pár darabot. Így, ugyanis estére itt fogjuk megcsinálni. Összekeverjük és akkor ő lesz a futás előtti ételünk. Jó, így futás előtt nagyjából ezzel a két órával ez így szerintem tökéletes lesz. Úgyhogy jó étvágyat, utána pedig akkor tényleg mehetünk Venlóba, leakasztjuk gyorsan a pótot is, irány, futni, nagyon szép az idő. Na meg is érkeztem Venlóba, idő az 20 óra 15 van, úgyhogy gyorsan átveszem azonnal, ahogy megálltam, ledottam a pótkocsit, ide ki is álltam, átveszem a futóruhát és mehetünk futni, és most annyi van, ugye, mint ahogy mondtam, ledottam a pótkocsit, tehát most az olajzás, hát ez az ilyenkor áldoz az ember, egy jobb híján annyit fogok csak megmosakodni, hogy amit a fülkő mellett megtörök, ennyi. Ugye hát faszosak nem vagyunk, az izzadságot lemossuk magunkról, célszentesíti az előny, gyerekek. Ennyi izzadtak ne legyünk, úgyhogy amit tudok, kannából lemosdok, és akkor majd viszont holnap fogunk ilyenkor zuhanyozni. Még egyszer mondom, vagy el akarsz élni, vagy azt mondod, hogy nem lehet. Szerintem mindig mindent lehet. Első kilométer meg is volt, és már is azt lehet észrevenni, hogy alig vagyok 150-es pulzuson, megsejlődöttem magam is, már is 6.09-es az idő. Így fogunk szépen begyorsulni. Türelemjáték, ez még csak a harmadik hét, majd figyeljetek a tizedik héten, hogy fogunk repülni. Nagyon kellemes a környék, nagyon sokat szoktam itt futni, ugye a pótkocsim leakasztva, én pedig gondtalanul. Ennyi dolgom van, 12 órás pihenő, főzés, futás, és szerintem reggel is fogunk egyet futni. Tehát ma tolunk egy tízest, reggel, ha felbírunk kelni, megduplázzuk, oké? Ismét egy tízes. Én pedig itt futok árazok végig.
biciklisek, nagyon sokan jönnek itt bicajjal, és jól látható, milyen frankó bicikli úton Hollandiában. Bár nagyon kellemes az idő, hú, szerintem jól látszik rajtam, vonszolom magam. 5-nél fordultunk, a 6-14-es az idő, fáradt vagyok. Nincs nem úgy lelkileg, hanem zombilag. Érződik, hogy kevés volt a szénhidrát, hát nem csoda, a hülye is látja. Úgyhogy 5-re vagyunk a kamiontól. Hát ha nem megy, szépen most lassítok a tempón, látjátok, nem is lihegek, akkor egyszerűen sétálni fogunk. Jó, végét legyorsgyalogoljuk, tehát hülyeséget nem csinálunk, össze nem akarunk esni, nem vagyunk buták, kevés a szénhidrát, úgyhogy mindig óvosan. Emlékeztek, mit mondtam az előbb? Az 5-ben, a 6-ban majdnem feladtam. Valahogy rám tört egy olyan lelki béke, szinte levegőt sem kellett vennem, gyorsultam. Egyre jobb lettem, megszűntek a határok, a falakat csak én tehetem. Ha tettem, csak én bonthatom le. 6.08-ra hoztuk be a végig. 9. kilométer. Ez elég? Lehet neked? Na gyere csak velem. Itt vannak, amikor legyőzöd önmagad. Legyőzöl minden erőt körülötted. Csak az elméd van, csak te mondod, hogy nem megy. És csak te tehetsz érte, hogy menjen. Gyere velem, lesz 6 alatt, gyere, gyere, győzd le önmagad, nincs lihegés, nincs fájdalom, gyere, gyorsi, még, gyere, gyere, nem fáj, csak te vagy és az út. Hú, 6.05 lett a vége, hát igen, végén elszállt az erő, ilyenkor nehogy így áll nekem hideg vizet, tehát inkább meleget, langyosat. Hideget semmiképpen, azonnal megbetegszel, jó? Illetve azt még nem mondtam nektek, hogy ha télen kezdenél bele, akkor neked. Tehát már legyél aktív sportoló legalább egy 3 hónapja, hogyha télen szeretnél futni, mert biztos, hogy meg fogsz azonnal fázni, oké? Okay? No, tegnapról maradt még az üvegben egy kevés paradicsom leves, ezt maradjuk abból, hogy mint a tegnap megettük volna, jó? Egyébként nézzétek meg, egy jókora adag maradt, ha látszik. Tettem bele természetesen ezt is felhígítottam vízzel. Most annyi nem pirítottam alá hagymát, tettem bele schnidlinget, fokhagymát zúztam bele, illetve só, bors. Jó, annyi lenne most benne. Egy szokásos papadám, ja, igen, meg a 10 ml bulgur lett még mellé. Megpárolva, úgyhogy ja, meg természetesen lett a friss bazsalikom. Tehát most nincsen turmix, szóval, úgyhogy ennyi lenne így vele. Jó le van, mivel fel van forralva, így savanykás ízéből már is veszített. Úgyhogy ez lenne az első ételem. Hát igazából annyira nem vagyok éhes, megint csak azt kell, hogy mondjam, az nem azt jelenti, hogy nem eszünk, hát ennünk kell, úgyhogy kigondolom, először is ezt elfogyasztom, és addigra kigondolom, hogy mi lenne a következő étel, valószínűleg csirkét fogunk készíteni. Nagyon jó volt a paradicsomleves, essünk neki akkor a csibéknek, ehhez az ételhez hivatalosan sütő kellene, hát most már próbáljuk serpenyőben, nagyszerű. 250 g póréhagymát felkarikáztam, illetőleg egy kis fejhagymát, illetőleg pluszba egy fokhagymát. Jó, egy kis kanál kókuszol ebből a serpenyőbe, és ezt a hagymás adagot így lepirítom, teszek bele egy csipet sót, egy csipet borsot, és egy csipet szerecsendiót. Jó, innen folytatjuk, és dobjunk bele még egy kicsi schnidlinget is. Hogyha ez a nagy adag hagyma felvenni az olajat, akkor egy nagyon kevés vizet teszünk alá, vagy fehér bor. Jó, és ezzel szépen pirítgatjuk, össze fog esni, addig én pedig már is felvertem 2 darab tojást. Ha úgy érzed, hogy szeretnéd kicsit csökkenteni a kalóriáját, természetesen akkor a sárgáját hagyd ki. Nekem szerintem ma bőven bele fog férni, persze ez nem mára esszük, vagy nem mára készítjük ezt. Hát fele adagot ma, másik felét holnapra fogjuk. Úgyhogy pirítgassuk le szépen a hagymát, sózzuk, borsozzuk, szerecsendjük. Na most, hogyha ezt az ételt otthon készíteném, akkor a csirkét a vége felé tenném bele. Most viszont nem. Beletettem. Kis lángon készül az étel, jól összeforgatom vele. Én most kicsit másképp fog kinézni, nem baj. És a csirkét viszont nem sószoztam, borsoztam, natúr beletettem. És édesanyám nagyon szeret, metróban lehet kapni egy ilyen nagyon finom, jó nagy dobozos csirkefűszerkeveréket.
és ez 5-6 ezer forintba kerül, na én ebből szoktam hozni, és ezzel jól megszórom. Tehát ezért bánjál óvatosan ugye a sóval, nehogy elsózz ezt az ételt, egész nyugodtan mehet így a hagymára is, természetesen belekerült a snidling is. Na most ugye mindig felmerül olyan kérdés, aki ugye régebben óta nem ismer, hogy nincs-e ételszak a kamionban, nincs. Először is amikor büdös kajaszagot érzel, általában az olajtól adódóan, hogy egy csapkod, megég, sülnek a dolgok. Itt igazából majdnem, hogy pároljuk. Hát nincs olaj, nincs ami csapkodjon. Nézzétek meg, hát nem gondoljátok a bőrszettet, össze fogom majd csapkodni. Így egész nyugodtan, ilyen enyhébb hagyma, ki van nyitva a teteje. Tehát őszintén kinakon egy ilyen ételillatot, nem szag, ételillat maximum. Nagyon gyorsan, hogy hát kis térről van szó, nagyon gyorsan ki lehet szellőztetni, nincsen vele semmi probléma. Ezzel nagyon sokan meglepődtek, amikor találkoztunk személyesen, hogy hú, de jó illat van a fülkétben, és ez nem éppen az ételből adódó illatokra értették. Hát ez a folyamatos higiénia, hogy az ember tartja. Jó, na most itt megpirul a csirke, ha szépen ki fog fehéredni, akkor nyakon öntöm ezzel a tojásos keverékkel, utána pedig a vége felé rátesszük az ananászt, ami ugye megmaradt, mikor ettük azt? Ma ettük ugye a lazachoz, meg tegnap is ettünk belőle, én már nem emlékszem, már egybe folynak a napok, elnézést. Ami maradt, ugye azt beletesszük. Ezért van az, hogy mondtam nektek, úgysem feltétlenül egy nap számít, hanem mindig majd az adott hét, azt pedig úgyis kiadja, mert amit megnyitottunk konzervet, azt megettük, akkor az úgyis belekerült. Tehát azt én úgy szoktam például ezt a paradicsom levest is, hogy megettem, ezt mára nem írom be, hanem beírom tegnapra. Bum, sokkal egyszerűbb számolgatni is. Jó, most fogjuk a tojásunkat és teszünk bele. Hát figyelj, ízlés dolga, nézd egy olyan. Hát kis kanálnak nem nevezném, kanálnyi görög joghurtot teszek bele. Illetőleg még itt a múltkori sajt, én már nem is emlékszem, hogy ezt tettünk, valami ez. Hát figyelj, most azt nem fogom kimérni. Nézd. Nevezzük jó egy csipetnek, egy csipet sajtot teszünk bele. És ezt a sajtos keveréket most először összekeverjük, és ezzel nyakon öntjük, jó? Össze lett jól keverve az az öntetünk, és akkor ezt szépen rácsorgatjuk. Tehát még egyszer, hogyha ezt otthon készíted, van nekem egy receptem, azt hiszem mindig meg fogom ezt külön úgy is csinálni még nektek, mert egy nagyon régi videómban van benne. Úgyhogy ez majd úgy is meg lesz, meg hát hogy ott lesz a receptes könyv is, abban is benne lesz. Eligazgatjuk, és rátesszük az ananászt is hamarosan, egy picit sütöm, és utána jött rá az ananász, és lényegében is készültünk. Jó, és végezetül, most nekem ilyen szeletelt ananászom van, ezzel nyakon öntöm, léle lett róla öntve, egy kicsi maradt rajta. Hát persze most, hogyha nem diétázol, akkor megszórhatod akár, hát szerintem így elég, ennyi elég, ezt magába megeszem. Tehát ugye most megszórhatnád még jó bőségesen sajttal, sütőben ez szépen rápirult. Szóval nagyon frankó egyébként az az étel. Szerintem így is nagyon mutatós, nagyon jól néz ki, szerintem a nyárnáktak is összeszaladt a szálltatokban. Hát srácok, én erre csak azt mondom, hogy amint ez megpuhult, együk meg a felét, másik felét tegyük el holnapra. 22 óra 35 van. Na most figyelj, gondold végig, 12 óra pihenőben mi fér bele? Elmentem futni, jó persze, azonnal. Utána átmosakodtam, és azonnal kezdtem főzni. Már megcsináltam a paradicsomlást, megcsináltam a mai ételemet, megcsináltam a holnapi ebédemet, és mi mindig van, gondold el, ha 8-kor jelentkezünk, még több mint 9 óra pihenő. Hát ez több, mint sok.